42 éves Faruk Hadzsibegic részt vett a 84-es Európa-bajnokságon és a 90-es világbajnokságon Olaszországban. Ez veszélyes, és nem csak veszélyes, hanem gól. Összehoztuk az első gólt a 39. percben. Kodrót kell felsegíteni. Én öngólnak láttam. Ha nem az, akkor Kodró volt a gólszerző. Igen, Kodró. Topics húz el. Rutka elrúgta sajnos király elől. Aztán Szekeres passzírozta rá a labdát Kodróra, hogy aztán róla ment be, vagy Kodróról, ez sajnos gyakorlatilag mindegy. Rutka és király itt nem értették meg egymást. Adjuk a gólt Kodrónak, hogy elvegyük Szekerestől. Tíz gólt rúgott eddig a válogatottban, és most minimum hármat rúghatott volna. Ez remek labda. Dombi, kijön a kapus, Dombi, ez 11-et. Nem is vitatkoznak a bosnyákok. Dedzic ezt nagyon-nagyon jól tudja. 29 éves kapus pontosan tudja, hogy elhúzta Dombi lábát. Mi jól ismerjük Dombi Tibort. Mirsad Dedzic szerencsére nem. Megtolta a labdát Dombi. Aztán most már mosolyoghat. Minden esetre az indítás parádés volt, és Dombi jól csinálta. Illés. Na, meg lesz azért a 11. gól. Neki jabáljuk el. Dedzic a gólvonalon. A játékvezető elrendezte a dolgokat. Megismerünk. Illés egyenlít. Második félidő, 20. perce. Most dicsérni tudom Illés Bélát, mert három ilyen nagy kihagyott helyzet után lélekjelenlét kellett, hogy elvállalja a 11-es, de hát ő volt kijelölve ebben a fiatal csapatban, ki más rúghatná. Egyenlít a magyar válogatott, a közönség pedig roppant hálás. A B közép.